Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Ezen a felvételen három napra térek ki, hiszen a bolygók állása, az energia nagyon hasonló. Mégpedig április 7-ére, április 8-ára, és április 9-ére. Ha nem tudod azt, hogy melyik jegyben születtél a védikus asztrológia szerint, a videó alatt van egy tabella, és ott utána nézhetsz. Április 7-én Mars bolygó elbúcsúzik a bak jegyétől, és áttér a vízöntő jegyébe. Ez jelenti az életerőnket, vagy a férfiakat. Mivel Vénusz bolygó, ami a nőies energiát jelenti, és a szerelmet, szintén a vízöntő jegyében van, itt találkozik Mars és Vénusz. Tehát van egy ilyen erős szerelmi energia mező. Különösen a vízöntő jegyénél lesz ez érezhető. Április 8-án Merkur bolygó elbúcsúzik a halak jegyétől, és áttér a kos jegyébe. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, lesznek beszélgetések vagy szerződések. És most megnézzük az egyes jegyeket. Kezdenék a kos jegyével. Hamarosan itt mozog Merkur bolygó. Tehát számíthatunk arra, hogy lesznek fontos beszélgetések vagy szerződések. Hogy minden előre megy, hiszen itt Merkur bolygó hatása alatt lesz mozgás. Uránusz bolygó szintén itt van a kos jegyében az indiai számítás szerint, és az jelent változásokat vagy meglepetéseket. Mivel Mars bolygó és Vénusz bolygó, a szerelem bolygója a vízöntő jegyében van, és a vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, a kos jegye pedig a tűz eleméhez, és a levegő eleme és a tűz eleme barátságban van egymással. Tehát ez a szerelmi energia kihat ránk kos jegyében születettekre. Mivel Jupiter bolygó szintén a vízöntő jegyében van, és utalhat az igazságra, vagy egy bírósági ügyre, ez jó hatással van ránk, kos jegyében születetteknél. És most áttérek a bika jegyébe. Itt mozog a felfele mozgó kármikus csomó Ráhú, és utal egy új irányra, új lehetőségre. Itt vannak kármikus témák, és ez így marad ez év májusáig. Ami a kommunikációt illeti, az jó hatással van a bika jegyére, hiszen a bika jegye az egy szomszédos jegy, ott van a kos jegye mellett. Tehát itt a szomszédságban, a környezetben lesznek változások, cselekvések, vagy egy bizonyos hír, kommunikáció. Ami a szerelmi ügyeket illeti, az nincs jó hatással most a bika jegyére, tehát kell egy kis türelem. És ami a bírósági ügyeket illeti, vagy egy bizonyos helyzetet, itt vannak még igazságtalanságok. Az ikrek jegye. Az ikrek jegyében van most a hold. Az lehet az édesanyja vagy anyai témák, de a hold kihat az érzelmekre is, vagy a hold hatása alatt lehetnek kisebb változások, és ez van most az ikrek jegyénél.
Amikor Merkur bolygó áttér a Kós jegyébe, akkor lehet egy jó hír, egy előnyös szerződés, hiszen a Kós jegye az a tűz eleme, az ikrek jegye az a levegő eleme, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban van egymással, tehát itt lehet egy jó hír. Mivel Mars és Vénusz bolygó, a szerelem bolygója, a férfias energia és a nőies energia a vízöntő jegyében találkozik, és a vízöntő jegye szintén a levegő eleme, ez jó hatással van az ikrek jegyére. Jupiter bolygó szintén segít, hiszen küld energiát kívülről az ikrek jegyébe, ezek lehetnek lehetőségek, vagy szerencse, vagy egy bírósági ügynél rendeződnek a dolgok. A rák jegye. A rák jegyében nincs most mozgás, viszont van külső hatás Szaturnusz bolygótól, ami kihat az életútra, a sorsutakra, itt lehetnek változások, fontos döntések, itt tükröződik valami, és kialakul valami a rák jegyénél. Amikor Merkur bolygó áttér a Kós jegyébe, az előnytelen a rák jegyére, hiszen itt lehetnek félreértések, vagy az is lehet, hogy a rák jegyében születettek várnak egy hírre, vagy szeretnének aláírni egy szerződést, ami jelenleg nem előnyös a rák jegyénél. Ami a szerelmi életet illeti, vannak még bizonytalanságok. Az oroszlán jegyében nincs mozgás, viszont Jupiter bolygó, Mars bolygó, Vénusz bolygó tükröz valamit az oroszlán jegyéhez, hiszen szemben állnak. Mars bolygó, Vénusz bolygó, Jupiter bolygó és Neptun bolygó a vízöntő jegyében van, és az pontosan szemben áll az oroszlán jegyével, itt tükröződik valami. Ez jelenti a kreatív tevékenységet, a szerelmet, a párkapcsolatot, vagy egy bírósági ügyet. Ami a kommunikációt illeti, az most előnyös, hiszen az oroszlán jegye a tűz eleméhez tartozik, és a Kós jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, és itt fog mozogni Merkur bolygó, és a tűz eleme a tűz elemével természetesen harmóniában áll. A szűz jegye. A szűz jegyében nincs jelenleg mozgás. Viszont a szűz jegye kap energiát kívülről, Mars bolygótól, és kap energiát a naptól. A nap megvilágít valamit. Itt tisztázódnak a dolgok. És Mars bolygó ad energiát ehhez, a szűz jegyénél születettek kapnak segítséget, vagy egy férfi közeledik. Ami a kommunikációt illeti, lesznek még bizonytalanságok, ugyanúgy, mint a szerelmi élet területén, vagy egy bírósági ügynél. Itt van egy olyan húzavona. A mérleg jegye. A mérleg jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont van külső hatás. Szaturnusz bolygótól az segít abban, hogy valami rendeződjön, valami kialakuljon, kihat a sors útra. Jupiter bolygó szintén küld energiát kívülről a mérleg jegyébe, itt rendeződnek a dolgok, ami az igazságot illeti egy bírósági ügynél. Merkur bolygó szintén energiát küld a mérleg jegyébe. Merkur bolygó a Kós jegyében pontosan szemben áll a mérleg jegyével. Itt tükröződik valami, vagy mérlegelni kell a dolgokat,
amikor kommunikációról van szó. A hold szintén energiát küld a mérleg jegyébe, és itt érzelmekről van szó, vagy az álmokról, a reményekről, itt kell a hit, hogy ez megvalósítható. A szkorpión jegye. Itt mozog a lefele mozgó kármikus csomó Kétu, ami utal a múltra. Itt vannak kármikus témák, emlékek. A hold küld energiát kívülről a szkorpión jegyébe. És az azt jelenti, hogy itt az érzelmekről van szó, tehát aktiválja az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Ami a kommunikációt illeti, itt vannak még bizonytalanságok. Tegyem, vagy ne tegyem, mondjam, vagy ne mondjam, mit közölnek mások, ez az igazság, vagy sem. Tehát így hat ki a szkorpión jegyére. Ami a párkapcsolatot illeti, itt vannak még bizonytalanságok, hiszen Mars bolygó és Vénusz bolygó nincs most jó hatással a szkorpión jegyére, tehát kell egy kis türelem, amíg itt előre mennek az események a párkapcsolatot illetően. A nyilas jegye. A nyilas jegyében jelenleg nincs mozgás, de van külső hatás. A hold küld energiát a nyilas jegyére, de mivel ez szemben áll a nyilas jegyével, hiszen a hold az ikrek jegyében mozog, itt tükröződik valami. Ez lehet az édesanya, ezek lehetnek anyai témák, vagy az érzelmek. És pontosan ide kell figyelni. Ami a kommunikációt illeti, az most előnyös a nyilas jegyénél, hiszen Merkur bolygó a kos jegyében, a tűz elemében mozog, és a nyilas jegye szintén a tűz eleméhez tartozik. Itt megvan most az egyensúly. Ami a szerelmi életet illeti, Mars és Vénusz a vízöntő jegyében, a levegő elemében, és a nyilas, az a tűz elemében harmonizál egymással, hiszen a levegő eleme és a tűz eleme barátságban áll egymással. Tehát egy jó szerelmi energia hat a nyilas jegyére. Ugyanúgy előnyös egy bírósági ügynél, hiszen Jupiter bolygó szimbolizálja ezeket a dolgokat, és Jupiter bolygó szintén a vízöntő jegyében van, tehát itt rendeződnek a dolgok. A bak jegye. A bak jegyében mozog Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó. Plutó utal a belső erőre, a hitre. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak itt most sorsdöntő változások vagy találkozások. A Mars bolygó és Vénusz bolygó, azon kívül Jupiter szintén hat, az a szomszédos jegyben van, tehát szerencsét hoz a szerelmi élet területén, itt megvan a közeledés, vagy szerelem a környezetben, Jupiter bolygó segít abban, hogy legyenek lehetőségek, vagy segít egy bírósági ügynél. Ami viszont a kommunikációt illeti, addig, amíg Merkur bolygó a kos jegyében lesz, ez előnytelen a bak jegyére. Tehát egy szerződés aláírása hátrányokkal járhat. A következő jegy a vízöntő jegye. Itt mozog Neptun bolygó, és szimbolizálja az álmokat. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósulhat. Ha nem hiszel ebben, akkor Neptun bolygó csalódásokhoz vezethet. Itt mozog Mars és Vénusz a szerelem bolygója.
Mars a férfias energia, Vénusz a nőies energia, tehát aktiválja ezt a témát. Ez áll most a középpontban. Itt mozog Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz, vagy kihat egy bírósági ügyre, vagy egy bizonyos helyzetre, ami eddig igazságtalanságnak tűnt. Most rendeződnek itt a dolgok. Egy jó hír várható, hiszen Merkur bolygó a Kos jegyében, a tűz elemében mozog, és az jó hatással van a vízöntő jegyére, a levegő elemére. És a halak jegye. Itt van a nap, és a nap megvilágít valamit. Itt tisztázódnak a dolgok. Gyakran itt érzelmekről van szó. Mars és Vénusz bolygó a szomszédban van, tehát ez jó hatással van a halak jegyére, és Merkur bolygó a Kos jegyében szintén a szomszédban, ez is jó hatással van. Tehát itt kialakulnak a dolgok, a párkapcsolatot illetően egy jó hír várható, és rendeződnek a dolgok a környezetben. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!